Nem telefonálnak ezek a vendégek a Magyar Nyelv Múzeumában, az úgynevezett guide-ok segítségével, az interaktív tárlattal és annak hangzóanyagával ismerkednek éppen. A nyelvmúzeumban gyakran szkeptikusan, előítéletekkel lépnek be a látogatók. Számukra azonban sokszor melbevágó a kiállítások gazdagsága és ötletessége. Megdöbbentően szépen megcsinálták, és nagyon pazar. Megdöbbentően szinte nem is tudtunk róla, hogy ez a múzeum itt található, egy szép halmon. Így erre jártunk is, hogy megláttuk, hogy úgy gondoltuk, hogy időbe kell jönni, és nem csalódtunk. A Magyar Nyelv Múzeum ma a legtöbb látogatót gondolkodásra készteti. Akik pedig munkájuk révén bármilyen szinten napi kapcsolatban állnak a nyelvvel, azonnal ötleteket kezdenek gyártani. Én pont azon gondolkoztam pedagógusként, hogy mennyire jó lenne mondjuk itt egy rendhagyó nyelvtanórát tartani a gyerekeknek, és nagyon-nagyon szimpatikus volt az, hogy vannak interaktív táblák, és az interaktív táblákhoz olyan tanulmányok vagy feladatok, ami színesebbé tudná tenni egyébként egy hagyományos nyelvtanórát. A forgalom évek óta nem csökken a Magyar Nyelv Múzeumában, bár ezt egy-egy adott időszakban a pénztárcáktól az időjárásig sok minden befolyásolja. Sátoralja Újhelyen és környékén az utóbbi években egyre több a turisztikai attrakció, ami részben versenyhelyzetet is teremt, ugyanakkor a kínálat bővülése miatt a korábbinál sokkal több turistát vonz a térségbe. A Magyar Nyelv Múzeuma a rendszeres újdonságokkal és programjaival stabilan tartja népszerűségét. Nagyon népszerű a Magyar Nyelv Múzeuma, nincs visszaesés tavalyi évhez képest, és szerintem ez annak köszönhető, hogy ez egy egyedülálló intézmény, tehát egyetlen nyelvmúzeum Magyarországon, vagyis máshogy az országban ilyen jellegű intézmény nem tudnak meglátogatni, ahhoz el kell jönni ide. A múzeum legutóbbi érdekessége az év szavainak és antiszavainak bemutatása. A látogatók magyarázatot kaphatnak arra, hogy miért is lett az alkotmány az év szava, és miért antiszó a banki termék. A múzeum tovább bővíti családoknak szóló kínálatát, hamarosan 7 próbás meseerdő címmel interaktív kalandos szabadtéri akadályversennyel kedveskednek majd a kisgyermekeseknek.